Szép jó napot kívánok, üdvözlök minden csepelit innen a béketéri sporttelep előtt Komjáti Imrével. Talán minden csepeli értesült már róla, hogy Németh Szilárd nemes egyszerűséggel kitiltotta a labdarúgókat innen a béketéri sporttelepről. Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy Németh Szilárd Csepel legnagyobb ingatlanbárója, a hozzá köthető alapítvány nem csak ezt, hanem több sporttelepet is megszerzett. Ő akkor azt mondta, hogy ezt a csepelieknek szerzi meg. Mi akkor is mondtuk, hogy ezzel baj lesz, hiszen láttuk a Kimba csarnokba, hogy az első dolga volt a csepeli birkózókat kitiltani. Most pont az valósult meg, amitől féltünk, a csepeli labdarúgók nem tudnak bemenni a csepeli sportterepre se edzeni, se játszani, és ez a gyerekekre is vonatkozik. Mi azt kérjük Németh Szilárdtól, hogy ezt a döntését változtassa meg azonnal, és egyben megjegyeznénk, hogy azért nagyon nem elegedjen meg a helyén, mert ha kormányváltás lesz, mi ezen dolgozunk közösen, akkor jövőre, a kormányváltás után ezt vissza fogjuk venni, és tényleg a csepelieknek fogjuk odaadni. Másrészt meg Borbély Lénárdnak azt üzenjük, hogy vegye fel már azt a telefont, ne szabadságon legyen, hívja fel Orbán Viktort, és mesélje el neki, hogy Orbán Viktor kedvenc sportjával Németh Szilárd mit csinál itt a csepeli béketéri sporttelepen. Jó napot kívánok, én is köszönöm, hogy meghallgatnak. 2010 óta látjuk folyamatosan, hogy hogyan működik Orbán Viktor rendszere. Ha a haverok kinéznek maguknak valamit, akkor azt kis gömböc módjára felzabálják. Legyen szó balatonparti ingatlanokról, legyen szó futballcsapatokról, legyen szó bármiről, amire szemet vetnek. Ezt mi nem tűrhetjük, nem hallgathatunk ez ügyben, lépéseket kell tennünk. Mi Szabó Szabolccsal közösen olyan lépéseket fogunk tenni, amit parlamenten belüli és parlamenten kívüli. Mindenki teszi a dolgát, a sportvezetők, azok az emberek, akik sok-sok időt áldoznak a szabadidejükből, nem kímélik sem szellemi, sem fizikai energiájukat, ők is teszik a dolgukat, mert nekik az első az, hogy bemehessenek a fiatalok is, bemehessenek a felnőttek is edzeni, sportolni. Ők ez irányban mozognak. Mi politikusok pedig nyomást gyakorolunk azokra, akik ezt a helyzetet kialakították. Nem tűrhetjük és nem nézhetjük tétlenül, hogy Borbély Lénárd és Németh Szilárd hatalmi kakaskodása miatt itt a kárvallottjai ennek a történetnek azok a fiatalok, gyerekek és a felnőttek legyenek, akik egyébként sportolni szeretnének. Egy ilyen nagymúltú foci csapat nem mehet tönkre amiatt és nem válhat martalékává a hatalmi viaskodásnak. Tehát még egyszer hangsúlyozom, írásbeli kérdéssel fogunk majd közösen fordulni az illetékesekhez, hogy mi a helyzet azzal, hogy a magát családbarátnak mondó kormány kizár innen fiatalokat, gyerekeket a sportolási lehetőségtől. Várjuk majd Orbán Viktor nagy focibarát válaszát. Tesszük a dolgunkat közösen a kormányváltás érdekében Szabó Szabolccsal. Köszönöm, hogy meghallgattak.